Köszöntöm a Fonyol Televízió nézőit, a téma című műsorunkat látják, Domina Barnabás a stúdió vendégünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Most nem a kishuszárok képviseletében vagy nálunk, ez látszik, egyből szembetűnik az egyenruhádon is, önkéntes katonaként és az ő képviseletükben vagy itt. Hogy építsük fel azt, hogy te hogy lettél önkéntes katona, az idei év évforduló is a Magyar Honvédség életében, illetve a te beiktatásodhoz is fűződik egy nagyon szép kerekszám. Hogy lettél önkéntes katona? Igen, most ugye megalakult tavaly tavasszal egy új tartalékos rendszer a Magyar Honvédségnél, ez az önkéntes területvédelmi tartalékos, és itt a Fonyodi járásból elsőként jelentkeztem, most már hál' Istennek vagyunk 19-en, tehát szépen gyarapodik a század. Járásonként egy százat próbál felállítani a Magyar Honvédség, amely itt látna el katonai feladatokat járásban. Ünnepélyes keretek között írtad alá a szerződésedet, és egészen pontosan te vagy a 100. önkéntes katona Somogy megyében. Így van, én is meglepődtem. A Fonyodi járásból elsőként jelentkeztem, viszont fölhívtak telefonon, hogy viszont 100. lettem a Somogy megyében, és szeretnék, ha ezt a szerződést ünnepélyes keretek között írnám alá, mivel hogy ugye tényleg a Magyar Honvédség ugye idén ebben az évben ünnepli a fennállásának 170. évfordulóját, és egy rajzpályázatot is meghirdetett a Honvédség, volt egy sajtótájékoztató, ahol a vezetőség ugye kihirdette, hogy április 17-ig akkor bárki nevezhet a Honvédségnek erre a rajzpályázatára, ami gyerekeknek szól, és valami honvédséggel kapcsolatos témába kell nekik rajzolni, és miután kihirdették ezt a pályázatot, utána pedig én írtam alá a szerződést, és valahol úgy érzem, hogy ez egy kicsit olyan történelmi pillanat, tehát valahol bekerültem egy kicsit a történelmnek ebbe a súlyos lépteibe, nyomaiba, mert azért a Honvédség 170. fennállásának 100. évfordulóján, hogy Somogyban én vagyok a 100., tehát ugye azért megdobbantott a szívemet, izgultam is nagyon. Milyen előnyökkel jár, hogyha valaki önkéntes katona lesz? Hát ugye nem elsősorban az előnyökért léptem be, de hát persze azt is el fogom mondani, hanem valahol ugye azért szeretnék példát mutatni saját gyermekeimnek is, meg azoknak a gyermekeknek is, ugye, akik kis huszárként ugye a szakkörömben járnak és oda tartoznak. Tehát hazaszeretetből, hogy ne féljenek a hazát szolgálni. Próbálják ezt felvállalni, és ez az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer azért is nagyon jó, mert munka mellett, család mellett tudja az ember csinálni. Most igazából évi 20 napról beszélünk, amit ugye 5 napokra lebontanak, max 5 napra vihetik, vagy hívhatják be az embert egyszerre. De még a kiképzések is itt vannak a járáson belül. Tehát, hogy reggel 8-tól délután 4-ig benn vagyok, és igazából utána megyek haza hétköznap. Természetesen kap az ember ezért ugyanúgy juttatást, mint hogyha a hivatásos állományú tagja lenne a Honvédségnek, tehát pénzt kapunk érte. Valamint amit még kapunk, tehát nekem például nagyon-nagyon sokat segített egy kicsit az önbecsülés, ugye a magabiztosság, hogy azért hogy tartozom Honvédséghez. Mindig szerettem katona lenni, tehát valahogy mindig ugye huszárként is tulajdonképpen, mint katonai hagyományőrző is ugye ehhez tartozom. És hát boldog vagyok, ameddig tudom, csinálom. Ami még nagyon tetszik nekem ebben, hogy önkéntes alapon működik, és már sajnos volt is egy hölgy, aki élt ezzel a lehetőségével, tehát bármikor mondhatja az ember, hogy köszönöm családi okok, vagy bármi más okok miatt, hogy ezt én nem tudom, nem akarom csinálni, és akkor leszerel. Tehát nincs semmi, akkor szépen elbúcsúzik a Honvédségtől. Megvizsgáltuk ugye ezt a tényt, hogy családosként 3 gyermekkel te milyen helyzetben vagy, de milyen korhoz köthető ez, kik vehetnek részt ebben? Hát ugye, tehát mind eddig is ugye a Honvédség, mikor még sorállomány volt, tehát minden 18. életévét betöltött, beszámítható állampolgár, egészen 65 éves korig. Tehát 60 éves korban még nyugodtan oda lehet jönni, lehet szerződést aláírni, a szerződéseket 5 évre írjuk alá, de mint mondtam, ugye bármikor, ha az embernek úgy hoz az élete, leszerelhet. Tehát elég széles a korspaletta, ez az eskütételen látszott is, hogy a legidősebbektől legfiatalabbakig mindenki részt vett ezen az eskütételen. Mi a helyzet azokkal, akik még a diák éveiket tapossák? Igen, ezért is nagyon jó ez a rendszer, mert ugye ha valaki még tanuló,
de szeretne mégiscsak valamilyen úton, módon, ha mondjuk katonai pályára készül, akkor ez egy nagyon jó ilyen kóstoló, hogy belépek, végcsinálom az alapkiképzést, hiszen ugyanazt a kiképzést megkapjuk, mint egy hivatásos katona. Belép, kipróbálja magát, és ha ez nekik megfelel, tetszik, akkor tovább megy ugye a hivatásos vagy szerdéses életpálya modellen tovább. Ha viszont csak szeretné kipróbálni magát ugye a honvédségen belül, akkor jelentkezik a hadkészítő parancsnokságon, ugye vérész lesz egy orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálat, vagy egy pszichológiai, aláírja a szerződést, szépen beöltöztetik, és a tanulóknak, ha tudja igazolni a tanulói viszonyát, akkor ő nekik nyáron, a nyári szünidőben egyben, ezt az évi 20 napot egyben tartja meg a honvédség. Ez nem kell megijedni, mert nem úgy, hogy bemegy a laktanyába és 20 nap múlva kijön, nem, hát ugyanúgy bemegy a kiképzésre, reggel 8-tól délután 4-ig, aztán hazamegy. És ugye ezért fizetést kap, ergo ez fölfogható egy nyári munkának is. Ha most az ember úgy megy be, hogy barátokkal, barátnőkkel, akkor meg ez egy eszmetlen jó buli. Tehát egy ilyen közös buli. Hát ugye én voltam katona, nekem még mai napig ilyen nagyon-nagyon nagy romantikával gondolok még arra az időszakra, mert hát megvolt maga a hangulata a hadseregnek. Nem mindenki osztozik velem ebbe, de én a szerencsések közé tartoztam, akinek nagyon pozitív élményei vannak. De mégis ugye kötelezettségekkel jár, illetve lehetnek olyan helyzetek, amiket hoz az élet, a sors, a történelem. Milyen felelősséggel jár ez a önkéntesség? Hát azt tudomásul kell venni, hogy ha az ember belép a hadseregben, akkor egyértelműen ugye nem demokrácia van, hanem parancsuralom. Tehát ugyanaz a törvény vonatkozik az önkéntes katonákra, a behívó parancs hatály alatt, mint a hivatásokra. Tehát a katonai törvénykönyv törvények alapján ugye kell neki ténykednie. Ez az egyik, ugye, amit tudomásul kell venni. A másik az, hogy ugye vannak feladatok, amiket el kell látni a járáson belül. Most az olyan századok, járás századok, akiknek van határszakaszuk, őket természetesen levihetik határvédelmi feladatok ellátására is. Viszont az olyan járások, mint például ugye a Fonyódi járás, ahol nincsenek, ott is nagyon sokféle feladat van, amit ugye az önkéntes tartalékosnak végre kell hajtani. A köztük ugye kiemelném, amit eddig is csináltam huszárként, ez a protokorális feladatok. Tehát koszorúzás, zászlófelvonás, diszelgések ugye nemzeti ünnepeken. Aztán, ami mostanában ugye nagyon fontos, a katasztrófa védelmi feladatok. Tehát árvíztől elkezdve bármilyen olyan katasztrófa helyzet áll föl, akkor ugye ezek a katonák mozdíthatók, beívhatók, és így is a környezetük és a tényleg a lakosok rendelkezésre tudnak állítanak segíteni. Valamint olyan feladatok is vannak, például a toborzási feladat, hiszen ugye az állomány folyamatosan változik, ha kiöregednek, elmennek az emberek, ezeket pótolni kell. Ami még hát a mai világban, ugye, ahol azért elég sok terrorcselekmény történik, hiszen Magyarországon is ugye a terror veszélyt, ugye, fenyegetettséget megemelték ugye 2015-ben. Tehát ilyen esetekben ugye biztosítani mondjuk a rendezvényeket fegyveresen, amire ugye igényt tart a helyi közösség, valamint rendvédelmi szervekkel való közös járőrző szolgálatokat is elláthatnak ezek a katonák. Mennyi idő áll rendelkezésre egy-egy helyzet? Tehát a kivonulása az, hogy titeket behívhatnak, tehát úgy hozza ezt a sors, illetve úgy hívnak be titeket, hogy most menni kell, és például munkába vagy a családdal, vagy van erre felkészülési idő? Ez attól függ, hogy ugye milyen fokú a probléma. Tehát ha simán csak kiképzésre kell bevonulnunk, ezért is nagyon jó, hogy már 60 nappal előtte szólnak, hogy mikor lesz a kiképzés beütemezve, és 30 nappal előtte az ember megkapja a behívó parancsot, tehát a munkahelyén is ezt el tudja intézni. Van olyan kollégám például nekem, aki fizetés nélküli szabadságra megy ilyenkor, és csak a honvédségtől kéri a juttatást. Én viszont azért, hogy a családom is kicsit jól járjon, én pihenőnapokat és szabadságokat szoktam ezekre a napokra kivenni. Így ugye azért kapom a pénzt a munkahelyemtől is, és kapom a honvédségtől is. Tehát ez egy igazából egy kis plusz jelent a családnak, ami majdnem, hogy a család nyaralás áll egy évben. Viszont ha olyan minősített helyzetek vannak, például katasztrófa védelem, ugye szól, hogy esetleg árvíz van és homokzsákat kell pakolni, akkor természetesen a behívó parancsot nagyon gyorsan kiküldik, és akár 24 órán belül is mozgósítható ez a katonai erő, akik ugye ki tudnak menni és a polgári lakosságnak a segítségére tudnak állni. Te televíziónkon látszik egy csoportkép, kiket Igen. látunk a képen, ismerős arcokat is felfedezhetnek ugye a fonyódiak.
Igen, a jelentkezés ugye a tartalékos rendszerbe, tehát nem csoportosan történik, hanem ugye egyénileg. Most akiket itt látunk, ő az első 7 olyan ember velem egyetembe, akik ugye együtt, majdnem hogy együtt jelentkeztek ugye ebbe a tartalékos állományba. Itt a kaposvári laktanyában vagyunk, éppen felkészülésünket töltjük, ugye, mert Szentendrén volt 24-én egy ilyen hatalmas nagy eskütétel, ahol közel 700 tartalékos tett el az esküt, és erre készültünk fel. Most 19-en vagyunk tulajdonképpen, aztán majd ők is szépen a föl lesznek szerelve, akkor ők is ugyanúgy le fogják tenni az esküt, és megindul majd nekik is a kiképzésük. Hát remélhetőleg a kiképzés már egyben lesz az egész csapatnak. Persze, ha közben jönnek emberek, nekik ugyanúgy vég lesz csinálva az egész kiképzés modul, tehát mindenki megkapja teljes mértékben azt a kiképzést, amire szüksége van a katonai szolgálathoz. Országos szinten ugye a toborzás tényével találkozunk. Van erre vonatkozó számadat, hogy most körülbelül hol járnak az önkéntesek összlétszáma? Hát én úgy tudom, most nem akarok valótlanságot állítani, de úgy tudom, hogy már többen 1600 körül vannak csak a önkéntes területvédelmi tartalékosok az országban. Tehát ugye ez a Széchenyi 2026, ez a ugye 2026-ig szeretnék fölállítani ezt a 20.000 főből álló területvédelmi tartalékos állományt. Ami nagyon fontos, mert én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy országban ugye megőrizzük a békét, ahhoz erőt kell mutatni. Tehát nem lehet gyengeséget, és ahhoz viszont kell. Tehát nem a háborúra készül az ember, amikor katonának áll, hiszen ugye tartja a mondás, hogy a katona, ezt a kislányomnak küldte ezt a fotót, a katona kívánja nem kívánja leginkább a háborút, ugye, hiszen minden nyűgét ugye neki kell elviselni, hanem tényleg az, hogy megmutassuk azt, hogy igenis van ebben a nemzetben élet, van ebben a nemzetben összetartozás, és van ebben a nemzetben hazaszeretet, a hazáért való elkötelezettség. Ez már Szentendrén készült például ez a fotó. Észrevehető a közvetlen környezetedben már, hogy sikerült ösztökélni őket, és bevonzattad őket, és ők is önkéntesek lettek, vagy önkéntesnek jelentkeznek? Nagyon sok embert én szólítottam meg ebből az állományból, és hát ők is majd szépen hozzák a barátokat, akikkel tényleg jobban vannak. Egy nagyon-nagyon pozitív élmény, mikor bevonultunk erre a 3 napra. Egy kicsit ugye az ember persze meg volt illetődve, hogy na most akkor hogy lesz, mit lesz. Nagyon kemény volt, nagyon sokat meneteltünk, nagyon sokat készültünk, mert azért, tehát tény is volt, hogy egy katonának nagyon alakiasan kell tudni viselkednie, főleg azért egy eskütételen. Nagyon fájt a lábunk is, a gépfegyver egész nap rajtunk lógott, leszakadt a vállam, de ettől függetlenül, amikor hazafele mentünk, azt megbeszéltük, meg hát közben is nagyon jó hangulatba telt a kiképzés, hogy életünk egyik legszebb 3 napja volt. Tehát 3 nap alatt ennyit már régen nevettem. Most a környezetetekben, illetve azok között, a személyek között, akik már önkéntesek és eddig együtt voltál, milyen korosztály vehető észre? Egészen fiatalokkal is találkoztál már az önkéntesek között? Igen. Tehát ugye ez itt Fonyódon általában ez a 30 és 50 év közötti, tehát nagyon fiatalokat még nem sikerült betoboroznunk, de hát még nem is szólítottuk meg tulajdonképpen az iskolásokat. Az a baj ezzel a rendszerrel, és azért is köszönöm ezt a meghívást ide a stúdióba, mert nagyon kevesen tudnak róla. Tehát egy kicsit úgy jobban meg kell, főleg a járásokba szólítani az embereket, hogy tudjanak róla, és hogy ez igaz, hogy időt vesz igénybe, de ugyanakkor ezért tulajdonképpen egy kis pénzt is kapnak. Tehát ez jót tesz a családnak is. Úgyhogy bátran lehet vállalni. Hamarosan a beszélgetésünk végéhez közeledünk, és pontosan ezért, hogy megtalálják az elérhetőségeket, hol tudnak több információt, illetve akár a jelentkezést is, hol tudják elindítani azok, akiknek felkeltetted az érdeklődését. irányoserek.hu oldalon, és keressék meg ugye az önkéntes területvédelmi tartalékos, tehát tartalékos szolgálatra jelentkeznek, és az önkéntes területvédelmi tartalékos menüpontot, valamint hogyha rákeresnek ugye a toborzó irodákra, vagy az interneten is akár, akkor Fonyódi járásnak ugye a Kaposváron, a Kaposváron kell jelentkezni az ottani toborzó irodába. Győri Tamás hadnagyot meg kell keresni, és ő nagyon szívesen el fog mondani mindent erről a tartalékos rendszerről. Úgy gondolod, hogy mindent összefoglaltunk, mindent elmondtál az önkénteskedésről. Van-e még valami, amit érintenünk kell, vagy amiről beszélnünk kell?
Hát esetleg itt tévén keresztül is megszólítani a kedves nézőket, hogy tessék bátra jönni. Tehát nem kell ettől félni, ha esetleg mégsem menne, akkor sem veszít bele az ember semmit, hiszen akkor megköszöni az eddigi kiképzését is, szépen folytatja a civil életét. És legalább megpróbálta. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Eljöttél, mutattál képeket, és összefoglaltad ezt az önkéntességet. Köszönjük szépen a Fonyott Televízió nézőinek a figyelmet. Köszönöm.